Köszöntöm a Farkas hallgatóit, mai műsorunk vendéget akaró Mihály író, irodalomtörténész, a Farkas régi vendége. Többször járt itt a stúdióban közöttünk, és persze tanárember. És Máté Áron, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnök helyettese. A témánk a népi írók, a népi gondolat, irodalmi megjelenése, ugye kik azok a népi írók, az könyvben úgy lehetne nefiniálni kényelmesen, ahogy, a, ahogy a, azt is mondjuk, hogy ki a magyar. Magyar az, aki annak érzi magát. A népíró az, aki annak érzi magát, hiszen oly sokféle elágazása van ennek az irodalmi vagy szociológiai irányzatnak. Ez is vitatott, hogy mennyi az átfedés a kettő között. Szóval, kik a népírók? Az előbb arra hivatkoztál, és nagyon helyesen, hogy sokfélék. Valóban származásukat tekintve is nagyon sokfélék, pontosan már három nagy csoportba oszthatók. Ez az oka például annak, hogy bár a célok, a fő célok kijelölésében egység van, a közelítés és a végiggondolt utak teljesen mások. Az első csoportban olyan írók tartoznak, akik magas iskolai végzettségűek, és ebből a bár a néppől jött emberek, de ebből az aspektusból nézik a magyar valóságot a 30-as években. Ilyen például I.S. Gyula vagy Kovács Imre, vagy Erdély József, Tamási Áron. Tehát önként felülről A második, így van, a második csoport az úgynevezett önművelők csoportja. Ez talán a legizgalmasabb csoport, mert itt olyan paraci származású emberekről van szó, akik nem jártak magasabb iskolákat, de önmagukat kiművelték önképzéssel, és a zseniális tehetségük miatt hamarosan a Magyar Önöm élet jelentős magassága emelkedtek. Ilyen Veres Péter, vagy ilyen Sinka István, vagy Szabó Pál. A harmadik csoport talán a, a, ilyen értelemben a legsokszínűbb, mert itt a magyar középosztályból, döntően a vidéki értelmiségből származók, e, e, írók e, veszük ide, tulajdonképpen az egy szabó Zoltán a budapesti születésű. Ezek az emberek azonban e, érdeklődéssel tekintenek a népiség felé, és a megoldást ugyanabban látják, nevezetesen egy szociális fölemelésében a legnépesebb társadalmi osztálynak, ez a parancs. Osztálya. Ide tartozik Féja Géza, vagy Kodolányi János, vagy ott említettem Szabó Zoltán, vagy Német László, aki az egyik meghatározója lesz majd a népi mozgalom szellemi hátterének. Tehát valóban nagyon sok színű, de maga az elnevezés érdekes, mert ezt a kifejezést, hogy népi író először Német László írja le. Az, hogy népírók mozgalma, ez már egy más kérdés, de azt hiszem, hogy erről majd részletesen beszélgetni fogunk. Na most. Uh, egy, egy pillanat, csak azért, igen. azért még a gyökerekhez szerintem menjünk vissza. Én felidéznék egy jelenetet, 1848. március 15-e. Ismerős a dátum. Ismerős a dátum, zajlanak az események. Este a színházban a tömeg ugye követeli a bankbán után Táncított. Így van, de nem csak azt, hanem az egyik színész a leírások szerint népdalokat énekel. Hát ez volt a probléma, hogy persze a közönség nagyon tetszett meg magyaros, de ezek nem népdalok voltak. Igen. Ezek népies műdalok voltak. Hogyha megnézzük Farkas Gyula, az egyik legnagyobb irodalomtörténészünk összefoglalóját, teljesen világosan kiderül, hogy nagyjából a 19. századra a magas kultúra, és a népi kultúra között valamiféle szakadás áll be. Ami azért furcsa, mert a reformkorban például akkor találják ki azt, hogy legyen olyan, hogy csárdás. A ma ismert ö, ö, páros népi táncaink jelentős része, ezek a csárdásból erednek, ami tulajdonképpen akkor egy program programszerűen mennek, de mégis kialakul ez a törés, a Budapest környéki ö, sváb falvakból, akármennyire is becsületes, tisztességes magyar megmagyarosodó népekről van szó, ők nem a magyar népi kultúra hordozó. Budapesti közönségnek nem lehet fogalma igazából erről. És azok az írók, akik egyébként magyarul írtak, de német származásúak, azokkal mit kezdünk? Hát természetesen most nem a népírókról van szó, de ilyen Franz Herzog, Magyarul Herceg Ferenc, ugye a két világháború között írófejlem, és mégsem Gárdonyi Géza, aki ciklernek született, és még sorolhatnánk. De hadd reagáljak egy pillanatra, amit mondtál, hogy ez mennyire így van, és ugyanakkor mennyire cél lett majd az, hogy a magyar népi kultúrából nőjön ki a magas így van. kultúra, német Lászlót hadd idézzem, aki azt mondja, a dolgok természetes rendje hogy Bánkbán és Ludas Matyi előtte járjanak kosútnak és Széchenyinek. Vagyis azt mondja, a népből jöttség, egyáltalán a nép, a nép, üzenetei fogalmazódjanak meg és transformálódjanak majd a magas politikában, és a, egyáltalán a magyar nemzet tudat kialakulásában. Tehát ez azért érdekes, mert a, a, a ha bár az előzményekről van szó, Német László is, és a népek közül nagyon sokan Petőfit és Szabó Dezsőt tartják a szellemi atyuknak. Féja Géza erről hosszas tanulmányt is ír, természetesen. Vagyis tényleg így van, hogy van egy, van egy olyan ellentét, amelyik a városi polgári irodalom és talán fogalmazhatunk így, hogy nemzetelképzelések, és a népiek között feszültséget teremt. Másként más irányból közelítik a, a valóságot, erről majd fogok is idézni természetesen Görömbe Jandrástól, aki a legnagyobb tanulmányt írja a népírók mozgalmáról egyébként, mind a mai napig szerintem a legtökéletesebb összefoglalat. Görömbe Jandrás is ír erről, hogy mi az, ami, mi az, ami, közös ebben az egész nagyon vegyesnek tűnő mozgalomban. És vannak közös pontok, de erről majd később. Itt még tegyük hozzá, hogy tulajdonképpen az egész népi írók mozgalom, illetve ez, hogy magyar népi mozgalom talán egy kicsit tágabban, az a magyar folklór gyűjtésével kezdődik. Mindenki ugye, amikor magyar népmesékről van szó, Benedekevek, de ezt valójában előtte Arany László Kezdte el? Méghozzá, méghozzá nagyon hatékonyan és nagyon hatásosan. És ide tartozik a magyar népzene gyűjtésének kezdete is, mindenki tudja, Kodály Bartók, és Kodály maga is ír egy olyat, ja. mint amit te felolvastál. Azt írja, hogy a középosztályunk még nem eléggé magyar, és utána részletezi, hogy még nem szereti a magyar népzenét, de majd ez is ö, megérkezik. Hát igen, a zenében a, a népiességet vagy a népiséget, az valóban Kodály képviseli. Tehát hogyha van más művészeti ág, és van, minden ágban megjelenik majd, festészetben, képzőművészetben, sok helyen tudjuk nagyon jól, hogy az irodalomban, vagy egyáltalán tudok mondani olyan írót, aki Erdélyben egyszerre volt építész, Kuskár van szó. Szintén német volt, Igen, egyébként. Egyszerre volt, így van, Karl Kossnak született, Igen. így van. Egyszerre volt építész, a népi a, 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 nagy továbbvivője, egyszerre volt mérnökember, egyszerre volt író, egyszerre Közéleti volt képzőművész. Tehát magyarul azért, amikor a, a népi írókról, meg egyáltalán a népiségről, a népi mozgalomról beszélünk, akkor azt kell látni, hogy vannak alapcélok, amiben, amiben, teljesen egyformák, és itt szeretném megmondani, hogy, vagy elmondani, hogy ez a bizonyos egyformaság, ez, ez azt jelenti, hogy mindenkinek a célja ugyanaz, az emelkedés. És az, hogy a magyar társadalom magyarabbá váljon, létrejöjjön az új, ahogy megfogalmazza a az új magyar nemzettudat, melynek az alapja a műveltség és a magyar kultúra alapos ismerete, tisztelete és művelése. Úgy mellesleg zárójelben jegyzem meg, hogy apám levelezett Kóskárolyjal. Tehát egyszer levettem egy könyvet a polcra, amit tőle örököltem, és kiesett belőle négy-öt levél, Apám ugye Gyergyó Szent Miklóssal született, ott újságíróskodott is, Márton Áron köréhez tartozott fiatalon, ami azt jelenti, hogy ott minisztrált neki például. És, és apámnak nem volt ilyen szempontból semmiféle gátlása, aztán később ült egy kis faluba, Somogy megyébe, Ákány telepen, és onnan levelezett a fél világgal. Egy ilyen belső számüzetés volt, de mi a postára nem vonatkozott. És volt valami problémája, akkor írt a, a Kós, aki válaszolt, és akkor nagyon érdekes levelezés volt ez. Kósra egy mondatot csak mert egy picit ide tartozik. Ennyi a történet. Kós azt mondja, hogy az én síromban mindig lesz virág. És amikor az ember ezt a mondatot hallja, akkor azt mondja, azért ez egy kis túlzás, de Kós folytatja, mert én itt itthon maradtam. Igen. Igen. Menjen az ember el, és akkor látja, hogy tényleg így van ez. Tehát nagyon érdekes, nagyon érdekes az, hogy hogyan, hogyan kapcsolódik a népírók mozgal, meg a népiség, mik a gyökerei a 20-as évek végén megjelenik már ez a gondolat. És aztán lehet mondani, hogy az első dolog, ami a 30-as években majd aztán valóban programmá fog válni, a helyzetfelmérés. A helyzetfelméréshez pedig szociográfia kell. Kialakul egy új irodalmi műfaj, ez a szociográfia műfaja, amelyben a legjelentősebb írók falura mennek, vizsgálni a falut, hogy áll a magyar parasság. Egy olyan társadalmi rétegről van szó, amit ugyan parasságnak nevezünk valójában azonban a két világháború között Magyarország legnagyobb társadalmi rétege volt, és hihetetlen rétegzett volt. Tehát amikor 1 millió 100 ezer cseléd, illetve zsellér, ez nem ugyanaz, sorban élő emberről beszélünk, az el lehet képzelni, hogy az akkori 8,5 milliós Magyarországon mekkora tömeget jelentett. És a nagy gazdákról is. Hát így van, aztán természetesen a középparasság, stb. 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 Az a lényeg, hogy ez a fajta, ez a fajta munka kezdődik el a 30-as években a szociokráfi irodalommal. De milyen érdekes, hogy amikor a szociográfiáról beszélünk, akkor meg azt kell mondanunk, hogy igen, a szociográfia nagyon fontos dolog, a következtetés azonban, amiből a szociográfiai művekken keresztül jutnak a népírók, azok már eltérőek. Én csak azt szeretném ehhez hozzáfűzni, hogyha megnézzük, akkor például a hódmezővásár helyett a Paraszt Párizs néven embegetik. Ja. A, a most danyás... is, most is. Most már nem, tekintette arra, hogy a kommunista diktatúra időszakában tűzzelvassal kiírtották azt a réteget, amit most emlegetni akarom. Tehát a a nagyjából középbirtokos, vagy adott esetben nagy gazda parasztság fenntart egy tanyát, ahol gyakorlatilag a gazdaságát irányítja, gondozza, és van egy városi háza ahol elképesztő olvasókörök, ö, ö, festészeti alkotóműhelyek, Tehát egy, egy, elképesztő pesgés, miközben a macska ugrásnyira fekvő Békés megyében a legnagyobb nyomor uralkodik a nép jelentős körében, innen jönnek majd az 1944 őszén megszerveződő vörös karszalagos mivicisták. Itt vesz majd ugye Dévaványa környékén Böszörményi Zoltán kaszáskeresztes keresztes mozgalma, az még a két háború között, egy ilyen messianisztikus pót dózsát váltnak benne. Tehát amit, amit a Mihály mondott, hogy nagyon rétegzett a parasztság, tehát teljesen mást jelentett akár Békésben. Akár Békésben, akár Csongrádban, vagy, vagy akár egy Dunántúli uradalmi pusztán. Ugye, mint és így és telj teljesen más, vagy, vagy egy Duna melléki, tisztességesen kistafírozott tafírozott. Hogy mennyire egy így van, kisújszálláson hű. kaszinójuk volt. Kik jártak a kisúszálási kaszinóba? Parasztpolgárok. Módos gazdaemberek. És természetesen a, a városi középértelmiség. Na most Tehát amikor... egyáltalán, egyáltalán az a fajta felemelkedés, amelyik vagyonisághoz is kötődött, ugyanakkor művelődéshez is kötődött, ez azért megjelentám a két világháború között nagyon is látványosan ö, a magyar társadalomban. Ugye ezt jóval korábban azt írta Széchenyi, hogy nem a tömeg, hanem a kiművelt emberfők sokasága alkotja a nemzet erejét. Utólag visszatekintve ez egy. Ez egy változási jóslat volt, hiszen mindabban, amit itt Timos mondtok, a rétegek fölemelkedése, vagy a fölemelkedésért folytatott küzdelme, Itt van. azt tulajdonképpen ebben a mondatban megfogalmazódik, azt hiszem. Sőt, német László a minőség forradalmában ennél sokkal tovább megy. Ugye a minőség azáltal, hogy van győz, mondja német László. És természetesen a kert Magyarország elmélet és a harmadik utas elmélet, amelyik elveti a fasizmust és elveti a kommunizmust, és azt mondja, hogy a magyarságnak magának kell megtalálni a saját útját. Ez a népírók mozgalmának egy abszolút központi kérdése mert azért nem mindenki gondolkozik ott sem így, hiszen tudjuk, hogy lesznek majd, akik tulajdonképpen politikailag is kötődnek a független kis pártban a nemzeti Parasztpártba, néhányan sajnos a kommunistákhoz, de kétségtelen tény mindig ugyanabból, a, ugyanabból az indulatból, csak más utakat gondolva helyesnek, jutnak el majd különböző politikai pártokhoz. A magának a népírók mozgalomnak is lesz két nagy ága, ez a jobb és a baloldali ág. A jobboldaliák priorizálja a nemzeti függetlenséget, a nemzet felemelését, a nemzeti programot, sőt nyugodtan mondhatjuk a földreformot, és a többi Március frontban majd ez megjelenik természetesen, néhány évvel később. A másik oldal azonban a nemzetköziségben, az internacionalizmusban, a kommunista gondolatban találja meg a, a ezeknek az alsó népréteknek a felemelési lehetőségét. Ez hatalmas ö, különbség, hiszen Veres Péter vagy Erdei Ferenc az egyik oldalon, Sértő Kálmán Erdély József a másik oldalon, ö, ezeket a, ezeket a konkrét nézeteltéréseket nagyon sarkosan meg is fogalmazzák. Ilyen érdekes, hogy már magunk mögött hagytuk ezt a korszakot, hála igen, jó igen. Istennek, de amikor neveket sorolsz, akkor, akkor még mindig azok a balra húzó népiesek, kerülnek elő, hogy az én tudatomban is ezek vannak, hogy a Sértő Kálmán és a Sértő többiek Kálmán, és... ő, ő azért húzott másfelé is egy kicsit. Jó, 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 én tudom, én ott ugye nyilasok körül, kodata, is körül is én, igen. igen. Ez mondják a fejjára is, meg sok mindenkire. De... Hát ez azért más kérdés. Na most csak egyetlen egy példa a határon túlról, hogy azért ne csak a trianoni területen maradjunk. Teljesen mást jelent egy kalotaszegi gazdának venni. Hát ott maga a népi kultúra is olyan túl, tehát van idejük valami eszeveszett túl díszítettséget, de ez gyönyörű, tehát pozitívan mondom, kidolgozni, és teljesen más mondjuk, akár a Székelyföldön. Most mondjunk egy durva példát, Luka László, Románia, a kommunista Románia pénzügyminisztere vesz, csak Jobboldali profilból volt szabad fotózni, mert a bal oldalát a disznók megrágták, amikor gyerekkorában ésségében a disznóvájuhoz ment. Tehát itt, itt, itt iszonyatos különbségek vannak, és amit a Mihály mondott, hogy igen, azokból a rétegekből egyébként azért a Nemzeti Parasztpárta egy része is ide tartozik, ott azért, azért persze az ember valahol érti, még hogyha nem is fogadja, hogy az asztalra csapnak, és már nem érdekel minket. Elég volt, radikálisan, erőszakosan történjen változás. A másik politikai irányzat az egy szervesebb, evolutív, és ez a kis gazdapárt környéke. Na most a kommunizmus megjelenése milyen változásokat hozott? Hát azt hiszem, hogy ez a kérdés akkor tárgyalhat, hogyha látjuk azt, hogy a népi írók mozgalmának megítélése az nagyon sokat változik, de ki ezek a népi írók? Ugyanis a legtöbbjük a kommunizmus pontosabban a második világháború túléli, és a második világháború után is továbbra is munkákat fejt ki. Most azért hadd mondjam, hogy a legfontosabb képviselője a népírók mozgalmának Sértő Kálmán, Erdély József, Tamási Áron, Sinka István, Veres Péter, Ijes Gyula, Féja Géza, Kovács Imre, Kodolányi, Kodolányi János, Német László, Szabó Pál. Látszik, hogy milyen ö, vegyes társaság, olyan szempontból mondható vegyes társaságnak, hogy más és más platformok. Indulnak. De és itt a válaszom rögtön, amire amit az előbb kérdeztél, hogy azok a programok, amelyek megfogalmaznak a második világháború előtt közvetlenül, illetve a második világháború alatt, hiszen 34-ben majd, amikor megszületik a válasz Debrecenben természetesen. Ennek az előzménye a Debreceni KT, amit német László fogalmaz meg. Ez az első ilyen program variáció. Aztán 35-ben Gömbös Gyula magához hivatja a népírók vezetőit akik nem kompromisszumot kötnek vele, hanem elmondják, hogy milyen társadalmi változásokra volna szükség. 49-ben aztán a fényképről a Így igen. van, így van. 37-ben a Márciusi Front megalakulása azt mutatja, hogy ott Kovács Imre vezetésével több mint 5000 ember a Nemzeti Múzeum előtt, mintha a Petőfi látnád, és Megfogalmazza a programot. Radikális földreform például. Ez egy olyan program, amely későbbiekben, 43-ban Szárszón előkerül, mert ezek a fő pontjai tulajdonképpen a népírók mozgalma életének. Az 1943-as Szárszói Konferencia már egy olyan népírók mozgalmát mutatja, akik mögött lapok állnak akik mögött ismertség áll, akik mögött áll egy kiadó, egy nagyon-nagyon jelentős kiadó, Püski Sándor kiadója, a Magyar Élet kiadó, aki kimondottan azt a cél tűzi ki, hogy mi legyen. És így jön el 1945, így jön el majd a kommunista rendszerváltozás, az rendszer 48-ban, és most az a kérdés a népírók számára, hogy hogyan tovább. A harmadik utasok azt mondják, hogy elítéltük és elvetettük a fasizmust és elvetettük a kommunizmust, de most kommunizmus van. Hogyan találjuk meg a helyünket a kommunizmusban? Egyáltalán követhetők e még azok a célok, amit elmondtunk? És hadd mondjam el, hogy itt megint lesz majd valaki. Mert a népi írók mozgalma tovább él. A népi írók közé Sütő Andrásztól, Fekete Gyulán keresztül, Nagy László, Kányádi Sándor, Vári Fábián László, a jelenkor legnagyobb kárpátaljai költője, Torna József, Nagy Gás, már ide tartoznak. De kétségkívül a vezér, az Csóri Sándor lesz. És hogy mennyire a népi írók lesznek majd a közellenség, 1956 után a párt központi bizottsága elítélő nyilatkozatot ad ki a népi írókról. Erre fognak válaszolni a népi írók, de nagyon furcsán. 58-at írunk, és most engedd meg, hogy egy kicsit irodalmazzak. 2002-ben megjelent, 2002 megjelent a 2000 című irodalmi folyóiratban a magyar akkori kommunista titkosszolgált titkos jelentése a népi írók reakcióiról a párt határozatra. És ott írónként felsorolják, hogy hol tartanak, hogyan viszonyulnak a párthoz, mi az, amit sérelmesnek tartanak ebben a nyilatkozatban, mi az, amit nem, ki az, aki, aki már használható műveket ír, ki az, akivel nem lehet mit csinálni, ki az, akit továbbra is kalodába zárva kell tartani, stb. Miért fontos ez? Mert amikor aztán az 50-es évek végén a népíróknak döntenie kell, akkor megint elvárnak az útjaik. Lesz, aki azt mondja, hogy, hogy most hallgatni kell. Ilyen lesz Sinka István. Nagyon érdekes, nem népi író, de nekem mindig mára jut eszembe Sinkáról. Ö, az egy, két, két, teljesen más pólus, az egyik egy kassai nagypolkári család, a másik pedig egy évszázadok óta pásztor család. De ugyanarra a következtetésre jutnak, mára egy alkalommal azt mondja, hogy azért megyek el, írja 48-ban, nem azért megyek el, mert nem engednek szólni, hanem azért megyek el, mert nem engednek hallgatni. Uh -huh. Vagyis, hogy együtt kell kiabálni anyájjal. Felvonulni. És Sinka 1956 után ugyanerre az álláspontra helyezkedik. Ő az, aki megírja az üdnéket, ifjúságot 56. október 26-án, és üdvözli a forradalmat. Ő lesz az, aki először mert írni Nagy Imréről. Ez a Szépítő Júniushoz című vers. 58 júniusában Nagy Imre kivégzése után ír Sinka egy verset. És mint hogyha a versi olvasnád, az mondja ugyanaz a sors. Vagyunk itt még néhány ezer, akik kivégzésre várunk. Na, ez a Sinka István is úgy dönt, hogy most hallgatni kell. A népírók másik oldala, és itt Tamási Áronra kell elsősorban kivatkozni. Tamási Áron bizonyos tekintetben használható tagja lesz az új rendszernek annyira, hogy majd a Népfront központi országos Népfrontba is beválasztják. Kossuth kapsz, amit el lehet képzelni. Apám Én... szerint kommunista író volt. Tamás, Édesapád valószínűleg tévedett. Nem mondanám kommunista írónak, de hogy a népiséget másként gondolta el, mint a népírok, nemzeti szárni, ez biztos. Tamás is ír egyébként olyan művet a szülőföldem, ami tulajdonképpen a népirodalomnak az egyik, az egyik, kulcs ő, ő műve. Az ilyes puszták népe, meg a csinka fekete bolytár vallomásai mellett természetesen. De szóba került itt egy név. Csóri, hát ő, a, ő, a, ő az abszolút kiemelkedő. Nem, nem őt akartam, mm -hmm. de egyébként igazad van. Vári Fábián László, oh. a kárpátaljai költő, akinek ugye én két sorát tudom idézni, ugye az, hogy fölöttünk tűz és ég alattam írja Igen. valamikor a 70-es években. Tehát ez egy, ez egy ilyen látnoki sorok, hiszen a Kárpátalja azóta és most még inkább. Éppen tegnap Ebben az voltam az együtt Vári Fábián Lászlóval, az egész délután töltöttük, mert a Szépirodalmi Kollégiumban a különböző pályázatokat kellett, azokról kellett dönteni, a támogatásokról, stb. És Vári Fábián László most a Magyar Művészeti Akadémia Szépirodalmi részének a vezetője, szakosztálynak a vezetője, és sokat dolgozunk, beszélgetünk és gondolkozunk együtt Valóban kétségtelen, hogy a kortársírók közül Vári Várifábián a, a népi és a népiség gondolatának a továbbvitelével, gyökereitől kezdve, továbbvitelével meghatározóak. De én azt hiszem, nem szabadnak kihagyni csúrit, mert ha van, aki igazán továbbvitte és megértette, ugyanazokat a célokat jelölte ki. Hát az csóri Sándor volt. Na most szerintem ne menjünk el szó nélkül Csaba megjegyzése mellett, mi szerint az édesapja szerint Tamási Áron kommunista lett volna. Manapság tér vissza ez a vád, hogy a népi írók kvázi már eleve egy gyanús baloldali volt, kicsit ott mocorogtak kommunista diktatúra, de valójában valjuk be hazataláltak. Ez a vád. Igen. Ez a vád, kérem szépen. És ugye felszokták hozni, hogy hát így és Gyula is, ugye honnan indult, és ugye ő volt egy ideig a fejedelem, az írófej, ugye gyakorlatilag igen. Csórinak ő adta át a stafétabotot, ezt igen, talán mondhatjuk. Van. Kodály Zoltán, ugye hát nem író, hanem mégis a népi kultúra, a népi mozgalom egyik legnagyobb alakja, hát ő is miket mondott az 56-os forradalom után. Kérem szépen, én két ö, ö, dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban mondani. Az egyik, hogy Ilyes Napójában van egy részvet, 1956, behívják az írókat, köztük Ilyes Gyuhát is a parlamentbe, hogy a kibontakozásról beszéljenek, és fölmerül egy kérdés, hogy ki legyen a kormány tagja, ugye Nagy Imreék ott tanácskoznak. Igen. Hát így és gyú, elvég nyegve, vidám cinizmussal azt válasz, hogy nagyon egyszerű, aki gyalog végig mert menni a körúton. Erre a szavait, ahogy írja, eléggé kínos csend követi. Na most így és gyú, a gyalog ment be. Ő végig mert menni a körúton. Ez az egyik. A másik, hogy lehet, hogy Kodály Zoltánnak vannak mai szemmel nézve pont 56 után nem feltétlenül vonzó, sőt, inkább taszító nyilatkozatai, de nem tudjuk, hogy hány emberért járt közbe ugyanez alatt az idő alatt. És, és ne felejtsük el, hogy Kádár János számtalan alkalommal panaszkodik Kodály Zoltára. 1968 pont az írószövetségbe megy, hogy ott a, a határon túliakkal való foglalkozás ügyét elrendezze Kádár ugye az író elvtársakkal, és akkor idézi Kodályt. Kodály szerint a Hazafias Népfront kongresszusán felkiáltott, még azt a kis nacionalizmust is elveszik tőlünk, mi marad nekünk szegény magyaroknak? Én azt hiszem, hogy ez szintén egy ilyen kulcs kérdés ebben Most az egész népi írók a szocializmusban című műfajhoz. Visszatérek egy kicsit a kedvenc Kályámhoz, a Tamási Áronnak kapcsolatban, hogy apám nyírőhöz képest a másik Áron. Ez igaz. És ebben a pillanatban az a mondat egészen másként hangzik el, vagy másként szól, mert nyírőhöz képest egy baloldali gondolkodású ember volt Tamási Áron. Máshogy fogta fel a reálpolitikát. A világot. Igen, azért térjünk vissza azért ahhoz a gondolathoz, hogy ha már Tamás Járonról van szó, hogy jobboldali vagy baloldali, ez nem, nem ennyire egyszerű. Miért? Tamás Járon életéből kell kiindulni, 1944-ig él. Ott különböző fordulatokat, második bécsi döntést, stb. végigél, és 1944 telén átjön Magyarországra, és aztán vissza sem megy látogatni egyszer-kétszer természetesen hazamegy, de itt él Magyarországon. Megéli 1945-öt, megéli a budapesti ostromot, megéli a zsidóüldözés, sok mindent, bujkál ő maga is, sőt, is ő maga is, különböző az ostrom különböző fázisaiban, és azután jön 1948, amikor úgy tűnhet mindenki számára, most egy olyan hatalom került Magyarországon fókuszba, akik azt kérdetik, hogy a munkásparaszt hatalom. Ezt is így is definiálják magukat. Munkásparaszt hatalom. Tamás, aki a székely még rétegeiből jön, és látja az ottani már erdélyi, most már ugye romániai, illetőleg az itteni társadalmi ö, ö, igazságtalanságokat abban a kérdésben nagyon is oda tudna állni, emeli a hatalom elé, hogy föl kell emelni ezt a hihetetlen szegénységben és szellemi mélységben élő ö, magyar zsellér és cselét társadalmat. Hamar jön a kiábrándulás. Nem véletlen, hogy 1956-ban a forradalom idején Tamás Áron az egyik vezér alakja, azoknak, akik a forradalmat üdvözlik, és az új irodalmi életet irányítani akarják. Be is választják természetesen az akkor új írószövetségi vezetőség tagjai között Tamásit. 58-ban megint jön a fordulat, igazi székely furfanggal. Azt mondja Tamás, élni kell. Így van. És itt most, és itt most jön a lényeg. Tamásik azokat az elveket, amelyek, amelyeket egy kommunista író szokott vallani, sosem vallotta. Soha nem lett internacionalista. Nem tagadta meg a fajtáját. Magyar maradt. És végül is az önéletrajzi regénye is azért került évtizedek keresztül dobozba, mert ő a leplezetlen és kendőzetlen valóságról írt. A szocializmus idején csonkítás nélkül meg sem jelenhetett. Tamási különösen az a élete utolsó szakaszában, amikor ö, ö, uralkodik rajta a betegség, és ö, kórházba kerül szörnyű szenvedések között, és akkor meglátogatják a testvérei. Az egyik fiú, két fiú és egy lány testvére. Följönnek a kórházba, Tamási gyomorrákkal végét járja. Az orvosok, persze, az orvosok persze biztatják. És amikor Tamás Járon meglátja, hogy onnan, Erdély déli részéről, ezek az egyszerű, most is paraszt emberként élő testvérek főjöttek hozzá, akkor azt mondja, most már biztosan meg fogok halni. Eljöttek a testvéreim elbúcsúzni tőlem. Az a valóságlátás, amit, amit Tamási Áron leír a 30-as években, a drámáiban, regényeiben, stb illetve az a, az a magyar valóság, ami teljesen ellentétes és másként fejlődik, mint a, a székely-magyar valóság, azt tette Tamásit ennyire gondolkodóvá és mérlegelővé. Nem véletlen, hogy amikor Tamás Járon meghal, Erdélyben és a szülőföldjén olyan temetést rendeznek, ennek a világ nem látott. A szülőfalujában minden háznak az óronzatát kifestik. Helyrehozzák az utat, lefestik az utak szélét, ott áll az egész falu, mert jön haza Áron. Már koporsóban. Eltévedt először. Így már három napig, három a napig keringették a, a vonatot, amint a Márcs Áron koporsója volt. Ez egy, ez egy teljesen végzett De tudod, milyen bánként? érdekes, hogy amikor megtudták, hogy nem érkezik meg a vonat, mert harangozással fogadták. Amíg meg nem jött az két, és több mint két napot egyfolytában harangoztak. Képzeltek, amik egy faluba két napig harangoznak. Hát a szinte kiviratat. Senki nem mondta, hogy hát, a zavar ez a zaj. Miért? Hát jön hazáron. Tehát én azt mondom, hogy árnyaltabb ez a kép, mint hogy, hogy baloldali író lett volna. Igen, szociálisan érzékeny volt a másik, ez kétségtelen tény. De ebből nem egy, ez nem egy kommunista indítatásból történt benne. Jó, ez ez az nem az egy internacionista persze. indítatásból történt benne. De ne hagyjatok, aki tehát a, a, a lényeget úgy fogalmazza meg, hogy azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon vegyünk benne. Az igen. per definíció nem, nem tud kommunista lenni. Ez egy mai szélső liberális számára, ugye maga a kirekesztés. Ez Na most, ö, csak erről, hogy ugye temetik Tamási Áront, egy hasonló <kül> óriási temetés volt egyébként Kós -e is, az, az egész Kalotaszeg ott volt. Gondoljuk igen. el, a legsötétebb Csahúseszkú rendszerben százezer ember ment ki a Házsongárdi temetőbe. Tehát ezek, ezek azért azt, azt mutatják, hogy ezek az emberek, hát Kóskárojnál is olvashatunk olyat, amit valaki akár baloldalinak akar látni. De ezek az emberek együtt éltek a saját közösségükkel, Tamási esetében még akkor is, ha eljöttek onnan. Azért már akarom azt tovább bonyolítani, de azért apám egy törzgyökereszékely ember volt, ott élt, oda kötődött, 45-ben hagyta ott Erdélyt. És a, tehát amikor ő mondott valakire valamit, vagy igaz, vagy nem. De annak mindig volt valami fél a magva. Olyan nincs, hogy valaki mondjuk angyalföldön lóbálja a lábát a kocsmába, és mond valakiről valamit. Tehát ő ilyen ügyekben mondjuk így autentikus volt. Tévedni tévedhetett. 56 után, 56 után, teljesen belesimult Tamási Áron ebben a rendszerben. Mondom annyira, hogy a hazafias népszont belesimult ebben a rendszerbe. Tehát gondolom, hogy amit apád mondott abban, valamiféle jellemhibát vagy jellemgyengeséget fért fölfedezni, ez nem Tamási írásművészetére vonatkozik, hanem esetleg emberi attitűdjeire. De engedd meg, mert ha arról, arról kérdeztél, hogy mi történt a népírókkal, és hogyan alakult az életük, akkor látni kell, hogy mik közben buvópatakként, mutatkozik meg, mert már nem fogják őket népíróknak nevezni. Azonban a gondolat tovább megy. Hadd mondjam el, és ezért mondtam Csórit, hogy Csórit nem lehet kihagyni. Miért? Mert az összes filmforgatókönyve, az összes regénye, drámája, az icapeső, amelyik olyan, mintha a magyar szociográfiai irodalom folytatódna, egy 23 éves lány miért lesz öngyilkos egy magyar faluban? és megírja az Iszapesőben azt, hogy azért, mert a magyar parasságot erőszakkal változtat, akarták megváltoztatni. Ugyanez a helyzet az összes <kül> filmforgatókönyveivel. És most jön a lényeg, hogy a 60-as, 70-es évek fordulá Csóri lesz a nemzeti ellenzéki csoport fő irányítója, szellemi meghatározója. És bizony meg kell mondom, hogy a magyar klasszikus, a kultúra klasszikus értékének bemutatásában Csórit nem haladta meg ebben a korban senki. Tehát egy tudatos, tudatos politika volt Csóri részéről, amit csinált. Nem véletlen, hogy aztán meg is kurcolták, nem is akárhogyan. Itt még egyetlen mondatot engedjetek meg, hogy a 1990-es rendszerváltás előkészítésében is Csóri nagyon fontosan, pontosan definiál. Azt mondja, arra van szükség, hogy a magyar nemzet újra építse magát öntudatilag műveltségileg, és alapja a magyar legyen. Cine Miska, mondja róla, azért mondom a Cine Mihá, Cine Miskának, mert a, a református főgondokként pont közvetlen elődön volt a Miska. Azt mondja Cine 88-ban csóriról. Hazai irodalomban nincs ma elszánt a Balkotún nincs aki következetesebben vállalná irodalmunk nagy hagyományának a folytatását, az írástudók felelősségének ébresztését. Aki az igazság kiterítését csak ugyan kézbe bemenni még az oroszlánok vermébe is. Vagyis azt mondja, hogy a nemzet erkölcsében és tudatában is felegyenesedjen, és Magyarország az egész magyarság számára itt már beleértve a táron és Csórinak ez az új újítása. Erkölcs és lelki központtá Érdekes, hogy <höhö> egy csomó jó dolog elhangzik Csóriról, <höhö> egy csomó jó dolog elhangzik Csóriról, és mindig igaz. Igen. Egy dolog nem hangzott el, és nagyon ritkán hangzik el, hogy jó költő lett volna. <hállt> <hállt> Szerintem mielőtt, mielőtt erre, erre kinyitjuk a kaput. A bicskát, igen. igen. vagy a Bicskát. Egy pillanatra azért álljunk meg, és gondolkozzunk már, hogy mi volt a baja az egész kommunista pártnak, a szovjetek hazai lemásolóinak ezzel, hogy népi mozgalom. Ugye ezt jobb esetben národnik kell, ha rosszabb esetben nettó nacionalizmusnak idősítették a hivatalos papírokban. Az volt velük a bajok, hogy ugye ők munkás parasztnak hirdették magukat, de valójában a parasztot, mint olyat, a történelem sűjesztőjébe akarták küldeni. Egy túlhaladott, maradi, lejárt szavatosságú, felszámolandó évet formának gondolták az egész paraszti világot. A szegény parasztól kezdve a kulákokon át. És szuverénnek. Hát, hát na hát ez volt a most várjál, de azt, én csak azt mondtam, hogy minek gondolták. De valójában attól féltek, hogy ez egy, az egy autonóm ember. saját sorsát próbálja igazgatni, nem érdekli ez, hogy mindig ott közösen meg. Nincs kiszolgáltatva semmi. Nincs kiszolgáltatva. Ételt maga termeli, italát maga termeli, a földjét maga műveli, a házát maga építi, az állatokat maga látja el, nincs kiszolgáltatva valamiféle társadalmi elvárásoknak. A magyar parasság e, szellemi szabadsága így mutatkozik meg. Ezért furcsa az, és visszaadom neked az út, csak egy mondat nagyon fontos, hogy miközben a történelem szele ezer éven keresztül zúg el fölöttük, és ilyen-olyan, -olyan, olyan változások lesznek, a magyar paraszt élete nem változik. Miért? Mert nem jön a tavasz, és megérzi a földszagát, megy. Fölszántja a földet. És amikor eljön az ideje, beveti azt a földet. És amikor eljön az ideje, learatja azt a földet. És amikor eljön az ideje, akkor házat épít magának, és butort farag, és ruhát sző, szóval az élete akkor is folyik, hogyha fölötte a történelmi arra bárhogy azzunk. És pontosan ez a problémája a kommunistáknak velük, de ki se kiköpni, se nem tudják, hivatkoznak rájuk. Ugye, hogy ők tettek igazságot a magyar nép ezer éves nagyperében. Írja Marosán György ezek 947 túli népszavában, már a szovjetek által megszállt területen földosztás elő. Sajnos tektélyen. ők tettek. De, de igen, tehát sajnos ők tettek egy teljesen kontraproduktív, szándékosan ugye Varosihov által vedik. Tehát nem azt mondom, hogy nem kellett földosztás, csak az, hogy ezt a kommunisták Kommunista módon rosszul csinálták meg. És utána is egy olyan országban, ahol hát vagy ők maguk, a, a, a népség, vagy a szüleik falun éltek, lehet kampányt folytatni, hogy folytatnak is kádárék. Minden egyes faluban ki van adva a pártitkárnak, a tanácselnöknek, hogy a magyar paraszt érezze megrögzött maradiságát, szégyelje magát. Ilyen jellegű anyagokat terjesztenek Is, a tér. A... a kultúrműsorokat, amelyek erről szólnak. A TSS-esítés -es idején hagyd ott a falut, falun élni, ciki költöz, menj a városba. Kádár aztán kicsit túl jól is sikerül, hiszen 1964-re munkanélküliség alakul ki az országban, a földjükről előzött gazdák és családjuk miatt. Hát az ipari centrumok szívták föl a magyar falusi palasztfiatalokat, 10-12 gyerek, és akkor meg kellett építeni Diósgyőrt, meg Dunajvárost, meg Szolnokot, meg Micskolcot, meg stb. Komló. És a Komlót, és ezekben az ipari centrumokban a munkások, a fiatal munkások azok a faluról eljött, vagy elüldözött fiatal paraszt gyerekek voltak. Tehát ez félelmetes látni, hogy, 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 hogy hogyan ö, változtatják át az egész magyar társadalom szerkezetét. Tehát én csak arra akartam rámutatni, hogy hogy van egy, van egy ellentmondás ebben az egész kommunista megközelítésben, miközben van ez a parasztellenes, faluellenes egyértelmű politikai irányvonal, mégiscsak valamiféle szerepet kell ennek nyitni. És ebből most teljesen triviális dolgok megszületik. A magyar népmesék sorozat Elképesztő alkotás egyébként. Szenzációs. Tehát valamit, valamit kell nyitni, miközben az egészet, hát már, már elfelejtenék. Kádár János azt mondja, ha a magyar paraszton múlik, előbb lesz meg a szocializmus a marsban. És egyébként teljesen igaza volt, és sajnos nem a magyar paraszton múlott egyébként. A magyar parasztunk soha nem lett volna szocializmus van. Magyarországon. Ez a, fajta, ez önállóság, amiről az előbb beszéltem. De még nagyon fontos dolog az, hogy a 70-es, 80-as évek jelentős írói, akik a szocializmusban gusba kötve kell, hogy táncoljanak. Ahogy úgy kell megfogalmazniuk valamiféle magyar nemzeti célt, hogy közben itt a nemzetköziség az uralkodó ideológia. És akkor ö, megint had ö, ö, nyúljak ehhez vissza, amit az előbb mondtam, hogy meg kell erősíteni a magyarságot. Hogyan fogalmaznak a 70 80-es években? Lélekben, műveltségben, nagyvonulúságban, hagyománytudatban, összetartozás érzésben, mert csak is a személyiségét visszaszerzett nép tudja, tud felemelt fejjel élni, és együtt élni más népekkel hazán belül, és a hazahatáraink kívül is. A népi mozgalomnak, a népi írók mozgalmának a 70-es, 80-as évekbeli talán legnagyobb eredménye, hogy elkezdtek egyetemes magyarságban gondolkozni. Számukra tehát nem határon inneni, meg határon túli magyarság volt, hanem kárpát-medencei magyarság. És ennek lesz, bocsánat, a politikai kulturális megjelenése, 1979-ben kezdik a kivincselést a Betven Gábor Alapítvány. És ez micsoda szimbólum, hogy a Betven Gábor Alapítványt hozza létre ez a társaság, egy másik pedig a Magyarországi Soros Alapítvány importját. Ő, hát nem elvégzi, de akkor bátáskodik. Ugyanakkor megjelenik ez politikailag is, és nem a kis gazdapárt kereteik között elsősorban, hanem születik egy új párt, Személyen. a Magyar Demokrata Fórum. Na most, hogyha Majd már ugrott a népi szárny. Igen. Hogyha ugrottunk ekkorát, akkor hadd kérdezzem meg, hogy itt a beszélgetés vége felé, hogy milyen helyzet most? Hol vannak a népírók? Vannak-e népírók? Egyáltalán ez az irányzat, amennyiben ezt egy irodalomtörténeti vagy irodalmi jellemzőkkel is felruházhatjuk, nem csak politikaival, Igen. akkor kéne, hogy legyenek. Hát hadd mondjam el, hogy van Magyarországon egy lap és egy köré csoportosító írótársaság közel 200 íróval, akik a népírókat tekintik a, a, az elődjüknek, ez a Madár János József Attila költőről van szó, vezette Magyar Nemzeti Írószövetség, illetőleg amely néhány évvel ezelőtt a Magyar Írószövetségből szakadt ki, és az ő lapjuk a Magyar múza, ahol a mai népi írók, elsősorban költők szerepelnek és mutatják meg az ő szellemi termékeiket. A magyar irodalom fő áramlataiban azonban ma nem divatos, magát népinek definiálni senkinek. Sajnos a magyar irodalom, a jelenkori, a, a jelenkori magyar irodalom, tehát a kortárs, szigorúan vett kortárs magyar irodalomban nem téma ez. Egy-két a nagy, még itt van közöttünk Döbrentei Kornél, akinek téma ez. Vári Fábián László, akinek ö, téma ez. A Délvidéken Tari István, akinek akinek téma ez. Ö, Erdély, Tessék? Erdély. Hát most szivágyi. Talán lövétei Lázár az egyik, akire mondhatnám. Ö, ö, talán, talán, talán de de Milyen érdekes. De de más, ők például más oldalról közé, tudjátok, mit csinálnak a mai erdélyi és székelyföld írók? Például magyar székely szótárt. Aztán székely történeteket székely nyelven. Tehát az a, az a rengeteg szó, ami a székelyben más, mint a magyar, ezt megcsinálják. Orbán János Dénes vezet egy, egy magyar íróakadémiát, aki szintén ugye erdélyi fiú, és Orbán János Dénes és fiatal, és az ő fiataljai élesztenek újra, de 21. századi módon ilyen típusú hagyományokat. Mint hogyha ez csak kulturális hagyaték lenne, és nem világnézeti hagyaték. Csinálnak székely kabarét és videón terjesztik. Bámulatos egyébként, kell hozzá eh, szótár, meg szótáró affinitás, akárminek is nevezzük, hogy megértse az ember, de elképesztő. Szerintem a ö, Magyarországi és részben az erdélyi tss esítés után a népi írók és általában a népi mozgalom célja egyértelműen az érték megőrzés és az érték átmentés volt, ez nagyon fontos. Nem csak egyszerűen értékmentés, átmentés egy olyan korszakra, amikor majd újra ebből táplálkozhat a magyar kultúra főárama. Én azt hiszem, hogy egyébként az egész népi mozgalomból a legpopulárisabb a mai napig, az egyébként a zene révén a táncház mozgalom mai formája, ami hát valljuk be, lehet, hogy több emberhez jut ma már el, mint sajnos, ahogyan most ö, a Mihály elmondta, a Népi Írók mai ö, új kiadásának a szabad ilyen képzavarra élni művei. Egy rockzenében is megjelent az Illés együttes által ez a vonulat, az is őrizi ezt a, a részt. Hát akkor most nem tudok mit mondani mást, mint hogy bizakodunk. Tehát, hogy, hogy a, a múltról beszélgettünk, a a jelenben kételkedünk, a jövőben reménykedünk. Ennyit talán a, a, a népi kultúráról és a népi mozgalmakról. Nagyon szépen köszönöm vendégeimnek, hogy elfogadták a meghívást. Vendégünk volt Takaró Mihály, író, irodalomtörténész, tanárs Máté Áron, a Nemzeti Emelkedett Bizottsága, a műsor fő támogatójának elnök helyettese. Köszönöm figyelmüket, Berénsi Csabát hallották.